Szia, szeretettel üdvözöllek, Bilbo Kárpád vagyok. Ebben a videóban be fogok mutatni valami nagyszerű, csodálatos dolgot, nem csodát, hanem csodálatos dolgokat, amit igazából egy hónappal ezelőtt kaptam, egy szuper csomagot, azt akkor meg is mutattam, dióhéjba, hogy mi volt benne, most már eltelt közel egy hónap, és megismerkedtem ezeknek a csomagban lévő dolgoknak a hatásaival, és akkor azokat fogom egy picit megint csak röviden dióhéjba bemutatni. Miről is van szó? Egy ilyen family pack, tehát egy ilyen családi csomag, eszenciális olajkészlet. Na most, ezeket is meg fogom mutatni röviden, hogy még, de meg fogom osztani a képernyőt, mert közben csináltam egy weboldalt róla, és hát tényleg annyira jó az egész, hogy akkor oda fogom feltenni mindenféle tapasztalatomat, meg mindent, amit megtudok folyamatosan ezekről az olajokról. Meg hát itt több minden is van azért. Hát igazából én már 20 éve kötődök az eszenciális olajokhoz, amikor még Norvégiában éltem, és ott úgymond természetgyógyászatot tanultam, már akkor elvégeztem egy aromaterápia kurzust, ahol természetesen hasonló, hát nem hasonló, mert ez a cég akkor még nem is volt, már úgy 8 éves ez a cég, mint látod, ez a doTERRA-ról van szó, és megtalált engem, hát nem én találtam meg, ők találtak meg engem egy hónappal ezelőtt, na és így néz ki egyelőre a weboldalam. Na most, ez a csomag úgy néz ki, hogy ebben van, hogy mutassam. Van 6 szólóolaj, meg van 4 keverékolaj. Na most ehhez még kaptunk ajándékba egy plusz egy 11. olajat, ami annyira jó volt, hogy a párom le is nyúlta, elment, most épp Romániában van, és hát elvitte ezt az olajat, mert az az olaj igazából anyagcsere javító, és zárójelbe zsírédető, és neki bejött, úgyhogy arról a tapasztalatot majd számon fogom kérni tőle. Na, most inkább a weboldalon mutatom ezeket az olajokat. Jó, hogy mi van ebbe a dobozba, mert úgy kényelmesebb, meg akkor te is jobban utána tudsz nézni, hogyha érdekel. Itt a weboldalon már egyelőre felraktam, van 60-70 féle olaj a cégnek, de én azt a néhányat, vagyis ezt a 10-11-et tettem fel, amit én már megkaptam, kipróbálok, használom. Tehát itt lehet látni, hogy doTERRA olajok, önálló illó olajok, borsmenta. Ez is nagyon sok mindenre jó. Itt vannak leírva, hogy mi mindenre, tényleg emésztés, fertőtlenítő, hűsítő, frissítő, tehát egy csomó hatása van, most nem akarom nagyon ugye részletezni, akkor a következő ott van a citrom, ez a citrom, ez is tisztítja a levegőt, meg hát akár ilyen limonádét lehet csinálni belőle, ugye ez is masszázshoz is jó, én ugye masszást is csinálok, tehát tisztítószer is, tehát belsőleg is tisztít, de akár még bútorokat is lehet vele tisztítani. Hát persze, hogyha arra áldozzuk, akkor miért is ne, tehát itt vannak ennek is a hatásai, akkor a levendula, hát a levendula az gondolom az egyik legismertebb olajfajta, ugye a levendula Magyarországon is megterem, de ez a cég Franciaországból szerzi be. Már zárójelben elmondom azt is, hogy az összes olajat ott gyűjtik be, ott termesztetik, ahol a világon a legjobb a klíma, meg mindenféle feltétel, természetesen bio módon, és hogy mondjam, tehát vegyszermentes és 100%-osan tiszta olajakról van szó, és mindegyik meg iható, tehát belsőleg. Na most itt már egy film is van a levenduláról, ahol már bővebben bemutatja, egy fitoterapeuta, úgyhogy ezt is meg tudod itt nézni, oregano, ezt még igazából nem használtam, ezt meg ki sem nyitottam, de aztán közben néztem, hogy ez is azért jó az emésztésre, hát úgy oregano fűszer azért az se ismeretlen, de magát így az olajat nem használtam. Erre is írja, hogy ez is ugye tisztító hatása van, gyomor és bélhurutra alkalmas, C-vitamin tartalma, izomgörcsoldó, tehát egy csomóféle területen lehet használni. És akkor itt van a teafa, ezt viszont használom,
Erről fogok egy külön egy videót csinálni, már van vele tapasztalatom, jó? Úgyhogy itt erről is meg lehet nézni a dolgokat, és itt akkor a legutolsó, pedig a, és még ezt sem használtam, a tömjén. Hát ugye a tömjénről tudjuk, hogy hát az régebb a középkorban, ugye még a Bibliában is benne van, hogy a három királyok, vagy a három bölcsek, tehát ők ugye tömjét, mirhát és olajat vittek a kis Jézusnak ajándékba, tehát mondják, vagy olvastam én is, hogy akkoriban ez a tömjén, meg a mirha, még az aranynál is értékesebb volt. Itt meg olaj formájában egy nagyon, nagyon, nagyon sok hatása van, nagyon sok oldalú. Viszont ugye a cégnek a másik specialitása, hogy olajkeverékeket csinált, direkt olyan olajakból rakott össze, ami most itt az elsőt nézzük, hogy légzőszervi problémákra való. Na most itt, ez már ugye bővebb info, itt megvannak, hogy milyen olajak, persze nincs meg az arányuk, hogy miből mennyi, ez a cégnek a szabadalma, tehát 8 év alatt ők azért kitanulmányozták, kitapasztalták, megvizsgálták, hogy ugye, hogy kell ezt arányokba összerakni. Igazából még ezt sem próbáltam, hála Istennek nincs légzős problémám. Ezt viszont a másikat, a Deep Blue, az a neve, erről is egy külön videót csinálok, mert ezzel van már személyes saját tapasztalatom is, meg ügyfelekkel tapasztalatom, ez igazából izomizületi problémákra használható, ami ugye kötődik a másik szakmámhoz, mivel én gerincterapeuta is vagyok, ugye, tehát ilyen masszírozással, gerinckezeléssel is foglalkozom, tehát erről külön videó lesz. Akkor van itt a Digestion emésztőrendszeri keverék, hát igazából ezt se használtam, mert hála Istennek emésztési problémám sincs, de sokféle emésztési problémákra használható, és itt ez is természetesen több olajból tevődik össze. Mi van még? Akkor van egy pillanat, immunerősítő. Na, hát hála Istennek még erre sem volt szükség, mert ugye az immunrendszerem már sincs baj, meg így a családba se. Most már nem akarom itt a falra festeni az ördeget, de szinte várom, valami járvány legyen, hogy akkor tudjuk itt, ja most bocsi, nem gondoltam ezt komolyan, szóval tudjuk kipróbálni, de nem kell beteg lenni, tud ahhoz, hogyha erősíteni akarod az immunrendszeredet, ebből 2-4 csepp naponta, és akkor készenlétben van az immunrendszered. Ebből meg hát természetesen sok más immunerősítő van, tehát ez baromi egyszerű. Egy fél deci vízbe 2-4 csepp megiszod, és ennyi. Naponta egyszer vagy kétszer. Viszont az utolsó, vagyis az ötödik olajkeverék, amit már ugye ismerünk, hát erről mondtam azt, hogy a párom lenyúltam. Ezt ajándékba kaptuk, ez egy anyagcsere serkentőkeverék. Ez a csomaghoz kaptuk ajándékba, ennyire gáláns a cég, hogyha már rendelsz mondjuk egy ilyen értékű csomagot, 10 olajjal, nem olyan drága, 130-40 euró, szóval akkor igazából adnak, és egy elég értékes olajat, amúgy ezek csak 5 milliliteresek, de amit ajándékba adnak, az meg 15 milliliteres. Lényeg a lényeg, a párom azonnal lecsapott rá, ki se tudtam próbálni, mert sokat utazik, sokat ül, és ugye nem tud odafigyelni nagyon olyankor a táplálkozására sem, meg nem mozog, és hát ugye mentek fel a kilók, na most azzal hívogat, mint mondtam, Erdélyben van, hogy a kilók most lefelé mennek, és nem éhes, amúgy nem tudok koplalni. De többet nem akarok erről sem mondani, ha mint hazajön, azonnal videót csinálok, és számon kérem a tapasztalatát. Na szóval, kikapcsolom a megosztást, ennyit röviden erről a csomagról. Hamarosan, mert itt van a második csomagom, már alig várom. Ebből az utolsó olajból, amit mutattam, az anyagcserésből most 4-et rendeltem, 2 neki, 2 nekem. Nekem is van még azért egy kis úszógumim, akárhogy is edzek, meg egy kis pocakom. Nagyon jó teszt alany leszek én is arra. Úgyhogy akkor találkozunk a következő videóban. Addig is minden jót, szép napot. Videó alá beteszem a weboldalamnak a linkjét, kattints rá, menj vissza a weboldalamra, mutattam barangol részét, úgyhogy akkor minden jót, szépen!